Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! A Lidércfény Rádió 0. adását hallják. A műsorvezető, szerkesztő Bognár Zsolt. Közreműködik Túri András. Adásunk témája Rejtő Jenő élete és munkássága, amelyről Poszlár György tartott előadást 2008. május 28-án szerdán 18 órától Szentesen a Városi Könyvtárban. Most hallgassák meg Túri András előszavát, némi magyarázatot, majd egy részletet az előretolt helyőrségből. Rejtő Jenő művei az ifjúságom meghatározó élményei voltak. Írói munkásságomon is nyomot hagyott humora szóhasználata. Legalábbis remélem. Ezért nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy régi tanárom Poszlár György tart előadást róla. Amennyit csak tudtam, rögzítettem, tudtával és beleegyezésével. Az est végén még külön engedélyeztettem a felhasználást. Így született meg e produkció. Az előadás sajna két részletben és nem teljesen került rögzítésre egy Kodak fényképezőgéppel. Nem azonnal méltóztatott elindulni, aztán akkumulátorcsere következett, majd végül tele lett a 2 GB-os memóriakártya. Így igen történt. Előre volt helyőrség. Galamb nekirepült a falnak, de a következő pillanatban már úgy vágta szájon a vitorlamester, hogy ez meglepetésében lenyelt egy negyed font bagót, ami a szájában volt, és percekig csuklott utána. A kormányos csak erre várt. Hatalmas karjával megragadta Galambot, hogy szokott fogása szerint egy csavarintással megforgassa, és belevágja a söntés legtávolabbi sarkába. A kormányos a világ jelentősebb kikötőiben ismert volt erről a mutatványáról. A roppant kar már éppen emelte ellenfelét, amikor valahonnan a megragadott ember irányából egy acélszerű tárgy esett az arcába, amitől minden elsötétedett előtte néhány pillanatra. Barátai később esküvel bizonyították, hogy a súlyos tárgy Galamb ökle volt. Néhány másodperc múlva széderegve fölkelt a földről, és kinyitotta a szemét. Nyomban akkora pofont kapott, hogy visszaült a padlóra. Amikor újabb kísérletet tett, hogy felkeljen, Galamb még 2 pofont adott neki, amitől ismét leesett. Most már ülve maradt, és szeliden így szólt. Rongy Elek vagyok. Ha megkérhetném, hagyjuk ezt most egy időre abba. Kérem. Nevem Jules Manfred Harangú. Rongy felemelkedett. Ide hallgasson, Jules Manfred Harangú. Maga büszke lehet. Vegye tudomásul, hogy engem még sohasem vertek meg. Ma történt velem először ilyesmi. Minden kezdet nehéz, ezután már menni fog. De mondja, uram, miért akartak önök megölni engem? Üljön le hozzám, majd elmondom. A fenti közelharc és a rákövetkező nyájas párbeszéd a Marseille kikötő egyik népszerű szórakozó helyén játszódott le, melyet kávéház és étterem a veszek kutyához néven ismert az alvilág úri közönsége. A következő percekben Poszlár György előadásának első része hallható. Rejtőjenő immár bekerült az irodalmi, hivatalos irodalmi köztudatba. Hozzá kell tennem körülbelül akkorra, mire a magyar közvélemény elfelejt olvasni, tehát egy kicsit elkésett úgy tűnik, de hát azért ott van. Na nézzük, hogy ki is volt ő, és akkor itt a magyar irodalom történeteinek a Rejtő Jenőről szóló címszava, pontosabban fejezete, azt a címet is, hogy a Ponyva királya. Úgyhogy akkor most kezd, nagyon logikus kifejezés végtére, és kezdjük azzal, hogy mit is értünk ponyva irodalom alatt. Mondjam azt, hogy jól tudok számba, de ez a kisebb a teszem, hogy szivatal gyakorlatilag nincs, csak harcezett irodalmárok, de azért elmondanám, hogy a ponyva irodalom az nagyon jó tudjuk, csak éppen fölidézem, az azt jelenti, hogy valamikor vásáromban ponyvára terítve, tehát egyszerű ponyvát letettek a földre, hogy egy nagyon pici ponyvából eszkábált sátor alatt, hogy az eső mégse verje el őket, kidomált kis olcsó füzetek. Ezt tekintettük, vagy tekinti a szakirodalom ponyvának,
mert ponyván, illetve ponyvalat árulták. Az 1700-as években jött ez divatba, nem is feltétlenül Magyarországon, hanem Franciaországban, de már az 1700-as években, tehát a 18. században is adnak ki Magyarországon is ponyva igényű könyveket. A ponyva tehát nem is nevezzük mindig könyvnek a ponyva regényt, legtöbbször maga rejtően is egyszerűen füzetekről beszél, mert a füzet vastagságot alig haladja meg egyik-másik. Másrészt pedig átvitt értelemben, hogyha a konkrét, az árusítási helynek szolgáló ponyvát elfelejtjük, átvitt értelemben a ponyvairodalom az igénytelen tömegirodalom, amit elnézést édesbús hangulatban levő cselédlányok olvasgathattak, de persze olvashatta gróf kisasszony is szósorot, csak ő legfeljebb titokban, vagy valaki vonaton olvasgatta, vagy valaki abszolút, mikor szellemileg elfáradt, kikapcsolódásképpen, vagy aki egyébként nem olvasott elegáns dolgokat, tehát filozófiát, vagy színvonalsodalmat, csak ezt olvasta, maradjunk annyiban, hogy a ponyva az mindig az igénytelenségnek is a szinonimája, hogyha irodalomról beszél. Majd ma kiderül, hogy azért nem is annyira igénytelen mindig. 19. század második fele lesz azonban a ponyvának a fénykora Magyarországon is, de egész Európában robbanásszerűen megszaporodnak a ponyvakiadványok. Miért? A következő okból. A 19. század második fele, az 1800-as évek közepétől a nyomdatechnika eljut olyan szintre, hogy nem elegáns, nem finom papíron, nem inyencek számára, de tömegtermelésre képes. Egyik napról a másikra egy kéziratot sok-sok betűhívával, elütéssel, színvonaltalan papíron, rossz nyomásban, de pillanatok alatt 10 000 példányokat tudnak kidobni a piacra ezekből a füzetekből. Ami a díszítést jelenti, az legtöbbször a borító lapon található, ekkor még csak rajz. A 20. században már fénykép, esetleg valami színes karikatúra, valami kis figyelem felhívó, de a ponyva igénytelen, és a 19. század második felétől kezdve a nyomdatechnika erre készen áll. Ez az egyik oka, amiért akkor van a nagy bumma, nagy robbanás a ponyvaradalom területén. A másik, ezt a magyar történelem nagyon jól bizonyítja számunkra, a 19. század második felére az európai kultúrában a menő fontosabb országok, tehát kötelezővé vált az elemi iskola elvégzése, Magyarországon 1868-tól a 6 elemi iskolának az elvégzése, vagyis hirtelen tömeges olvasási tudással rendelkező emberek jelentek meg, másképpen az analfabetizmus háttérbe szorult. És a kevésbé iskolázott, de azért írni, olvasni mégiscsak megtanult immáron tömeget, számára például a szórakozás, a művelődési egyik lehetősége a ponyva. Tehát aki nem tud, nem akar 100 kötetes jókai díszkiadást vásárolni, vagy nem Balzacot olvas, vagy Tolstoyt, de azért mégiscsak megszerette ott a tanítóbácsitól a kis falusi iskolában az olvasást, mert miért ne szeretette volna meg, hát akkor az ponyvát olvas. Tehát egyrészt nyomda, másrészt tömeges olvasó réteg, e kettő nélkül a ponyva technikailag nem működik, illetve csak az előzményei működnek. A másik érdekesség, vagy szerintem legalábbis az, hogy na, és akkor mi a témája? Mi a témái a ponyva irodalomnak? A 19. század elejétől kezdve már Magyarországról beszélek, a ponyvának egyik alaptémája, persze ez is francia például, de most nem megyek bele, a bűnügyek. Nem krimi még, majd arra mindjárt rátérek, hogy miért nem krimi, bűnügyek. Izgalmas perek, bírósági eljárások, elfogott vagy nem elfogott, eltűnt, vagy börtönbe csukott és ott meghalt, vagy felakasztott bűnözők. Kérem szépen, a magyar olvasóközönség számára a 19. században ez a betyárvilágot jelenti. Tehát a magyar, hangsúlyozom, a magyar, nem a francia és angol, a magyar ponyvajozom első ősei a betyárok. Szó szerint esélykedeni Sobri Jóska, Zöld Marci, és hát persze a király Rózsa Sándor. Aztán mindenféle van ott a kisebb, nagyobb, általában szirupos kis szerelmi történetek, még vallásos, tanulságos kis történetecskék szentekről, vagy egyéb fontosnak tartott eseményről, de a 19. századi
magyar ponyva író számára, akár tudjuk a nevét, akár nem, a betyár, a sztárfigura. A 19. század második felében, amikor viszont mindez tömegessé válik, több minden megjelenik a világsajtó, meg a hírközlés is fejlődik. Hirtelen, és innentől itt kapcsolódunk most már lassanként rejtőenőhöz, megjelennek azok a nagy nemzetközi témák, az a három nagy nemzetközi téma, ami mondjuk ugye a második világháborúig a ponyva irodalmat uralja. Ez pedig konkrétan egy rejtőenő írásnak a címét idézem, a következő, a detektív, a cowboy és a légió. Pontosan szóról-szól ez a cím az egyik olyan 45-50 oldalas kis írásának, egy diliházhoz hasonlatos kis kávéházas szintere az írásnak, ahol ponyva regényírók jönnek össze, és egy fél konyakér meg egy kávé cserégetik egymás között az ötleteket meg megoldásokat, és a három nagy téma a detektív, tehát a krimi, a cowboy, a western históriák, amelyek akkor már mozivászon is láthatóak, de még irodalma is van, és az idegen légió. Ez a három, mind a három témában rejtőenő egyébként otthon van. Ő is műveli ezeket. És ez, hogy a detektív, a cowboy és a légió a téma lesz, ez is a 19. század második felére tehető, ugyanis egy icili-picili történelemben, de tényleg nem sokkal fogom a társaságot mutatni, tulajdonképpen kezdjük a detektívvel. Ha már rejtő is ezzel kezdte. Ugye a bűnügyek az ókorban is voltak, meg a középkorban is voltak, és akkor alkalmasint egy-egy bűnügy kiderítésére megbíztak egy intelligensebb, szellemileg jó képességű fickót, aki aztán vagy kinyomozta, vagy nem. A 19. század közepére, francia mintára, Európa szerte megalakul a modernnek lett rendőrség, a bűnügyi osztályjal, Fouché Napóleon belügyminisztere találja ezt ki, ezt átveszi egész Európa, van bűnügyi osztály, megjelenik a detektív, mint foglalkozás. És megjelenik a detektív mellett a magándetektív, aki ugyanazt csinálja csak a saját szakállára. Következésképpen a 19. század második felére megjelenhet a krimi, mint műfaj, és máig is működik. Moziban, tévében és írásban is a krimi. Krimi klasszikusokat valamennyien tudnánk felsorakoztatni. Ne tegyük csak így, hogy igazoljam, hogy a 19. század második fele, az irodalom történet úgy látja, hogy 1841 a krimi születésnapja, amikor egy Edgar Allan Poe nevű amerikai egyébként költészetéről ismert fickó megírja a Morzsú utcai kettős gyilkosság történetét, és megszületik a krimi. Rejtő ebbe már beleszület, az ő gyermekkori olvasmányai között már ott szerepelhet, és ott is szerepel Sherlock Holmes például, és aztán tudjuk az eredeti história milyen általános. Haladjunk tovább, a cowboy 19. század második fele a vadnyugat fénykora, mi inkább már moziban ismerjük a Hétmesterről mész meg a Volt egyszer egy vadnyugat, mind 19. század második fele, 1800-as évek közepére születik meg a Colt, Revolver meg a Winchester puska, enélkül pedig Western nincs, és ezek azóta is dörögnek ottan a vadnyugaton, most már inkább csak mozivászon, de rejtő korában még olvasni is szokták a vadnyugati történeteket. Én azt mondom, hogy inkább mozi műfaj, mint írásbeli, de rejtő is műveli. És a harmadik a légió. Az idegen légió, megint csak a 19. század második fele, 1831-ben alapítják a légiót, a század második felében már születnek körülötte a legendák, és aki, és azt hiszem, hogy itt mindenki járatos rejtőenőben, tehát sok rejtőkönyvet, talán mindent olvasta a jelenlévők nagy része, hát tudjuk, hogy az idegen légió nélkül rejtőenő el se képzelhető. Az megint más kérdés, hogy az idegen légióhoz valóban úgy nézette ki, ahogyan a rejtő barátunk ezt leírja, mert arra bizony nem mernék mérget venni. Én is egyre generációk nőttek fel azon, hogy az idegen légió az olyan, ahogy P. Howard ezt leírta. Hozzá kell tennem, hogy az egykori tanítványaim között egy van, nem fogom nevesíteni, aki 16 esztendőt húzott az idegen légióban, és elég szép karriert csinált, és ő tanítványom volt, irodalba tanítottam meg, és akkor riadtan megkérdeztem tőle, hogy mondd te marha. Most én miattam mentél, de nem, kiderült, már most leszerelt, most már civil, Szentesen is gyakran megfordul, mert Szentesi, ő még életében rejtőt
sort sem olvasott. És most nem akartam neki mondani, hogy most olvasd el, mert most már nem azért nevetne rajta, amiért mi, hanem valami egész másért. De a légió egy fogalom. Ezt egyébként a mai könnyű műfajokban, akár írásban, itt a könyvtárban is lehet találni, de hát a tévécsatornák ontják, a kommandós, mint katona váltotta föl teljesen, hogy melyik ország szolgálatában. Tehát a detektív, a cowboy és az idegen légió, ez a három nagy témája a Rejtő Jenőnek. És akkor nézzük meg, hogy ki is tulajdonképpen Rejtő Jenő, tekintve a társaság életkorát, emeltként irodalom érettségére már senki nem fog készülni, úgyhogy nem kell senkit megmutatnom az ügyben, hogy nem kell erőlködni Rejtő életrajzzal kapcsolatban, alig van Rejtő életrajz. Egyrészt, mert sokáig nem tartották fontosnak, ugye hát a második világháború idején a halála után ott éppen millió fontosabb pont, probléma is volt, mint hogy Rejtő kutatásokat végezzenek, utána meg nem lehetett, másrészt pedig egy ilyen rejtőzködő szerzőről van, ez nem szövedéknak szántam, rejtőzködő szerzőről van szó, aki nem szívesen dokumentálja az életének a különböző eseményeit. Tehát néhány stabil, kézzelfogható adatot leszámítva, úgy, mint Petőfi életrajzát, vagy Arany életrajzát, nem tudjuk Rejtő nacionáliát. Jó, tudom, hogy Petőfinél is van egy-két homályos pont a vitatárgya, de Rejtő, azt tudjuk, 1905-ben születik Budapesten, egy, nem azt mondom, hogy koldus szegény, de nehéz anyagi körülmények között élő zsidó családnak a gyermeke, Rej az eredeti neve. Ennek nem szívesen szoktam ezeket a származásokat feszegetni, ma ennek itt politikailag esetleg idétlen súlya lehet, mert az ő élete végén ez sajnos döntő lesz. Tehát itt ezt nem lehet megkerülni. A gyermekkoráról, iskoláiról szinte semmit nem lehet pontosan tudni. Annyit tudunk róla, amit idősebb korában ő maga ír, na, akkor mondom, hogy hol érdemes Rejtő életrajzának utána nézni, itt a könyvtárban is hozzáférhető. Néhány évvel ezelőtt került a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum birtokába egy Stóth Rejtő kézirat. Ellenőriztették grafológussal, az valóban Rejtő kézirat, és az ő saját utazásairól szól ez a két kötetben megjelent visszaemlékezés. Megyek Párizsba, mert ott még nem haldokoltam soha, ez az egyik kötetnek a címe, a másik, a kisebbi kötetnek, ugyanebből az időszakból, azt a címet adta Varga Katalin, aki ezt sajtó alá rendezte, hogy Bédekkel csavargók számára. Most, hogyha ezt a kettőt az ember elolvasgatja, nem feltétlenül minden részletében magas szint irodalom, de dokumentumértékű, úgy lassanként összeáll egy Rejtő életrajz, ehhez az ember még hozzáteszi a lexikonokat, meg kortársak visszaemlékezéseit, hát most már, akik kortársnak mondhatják magukat, már most ők sem élnek, de egy pár évvel ezelőtt, 10-20 évvel ezelőtt még nyilatkozgattak, életkoruk miatt talán nem precízen emlékeztek, nem megbántva az időseket, színezték is a dolgokat, tehát van egy csomó homály, például nem tudjuk, hogy milyen iskolákat végzett, de azt a saját visszaemlékezései alapján elég pontosan tudjuk, hogy abban a kis szegényes közegben, ahol fölnőtt, milyen könyvei vannak. Voltak gyermekként, amit olvasott is. Verne Gyula, persze, természetesen indián története, Cooper és Majkároly, Dumas, a három testőrrel és a Monte Cristóval, ezek alapvetően meghatározó élmények. Mark Twain például, tehát gyakorlatilag ugyanazokat az olvasmányokat ismerte ő, ahogy úgy fölserdülgetett, vagy fölnövögetett, amiken véleményem szerint a mikorosztályunk is fölnőtt tulajdonképpen, mert mi is ezt olvastuk kisrázkorunkban, hol többet, hol kevesebbet. Pesti tanulmányaival kapcsolatban annyit szögeznek a lexikonok, hogy Rákosi Szidinek akkor népszerű színi tanodáját végezte Pesten. Egyébként, hogy milyen iskolákat végzett, nem tudjuk. Fölmaradt tőle egy levél, amiben ajánlja magát valami könyvkiadónak, meg újságszerkesztőnek, ma azt mondanánk, hogy életrajzot küld be, és ott ő leírja, hogy három év
lett hallgatott orvoskaron, részben Budapesten, részben Bécsben, ez lehet, hogy igaz, semmi nyoma nincs. Tehát ezt nem lehet dokumentálni. Lehet, hogy így van, mindazonáltal. Azt is leírja, persze állást akar kapni, és ilyenkor az ember nem szerény, hát ezt tudjuk, esetleg magunkról is, hogy ő kiválóan járatos az irodalom történetben, a filozófiában, a nyelvekben. Egyébként, ha olvasgatjuk a műveit, bizony, ponyva, nem ponyva, ott nagyon szellemes irodalom elméleti megjegyzések is vannak, a saját műfajára, a ponyva regényre is nézve is, időnként egy-egy filozófiailag elejtett mondat, tehát mindenféleképpen képzett fickó lehetett, az pedig, hogy nyelveket beszélt, azt bizonyosnak vehetjük, németül kiválóan, ugyanis fordít is. Nem tudom, hogy emlékeznek-e gyermekünkből Erich Kästnerre, május 35, meg a két Lotti szerzőjéről beszélek. Van egy csinos kis krimi paródiája Kästnernek az Eltűnt miniatűr címmel, azt Rejtő fordítja például magyarra, és azt mondják róla, hát hogy Rejtő, ez azt jelenti nyilván, hogy németül kiválóan kellett, hogy beszéljen, és azt mondják róla, külföldi útjai során a francia tudása és a vége felé már majdhogy nem tökéletes volt. Tehát bizonyos műveltséggel rendelkezik, amit biztos tanult felnőtt fejjel, általános iskolákról nem beszélek, az a színészet, és akkor a fordulópont lehet az életében. Valószínűleg már 24-ben megfordult Európában, de 27 és 30 között bizonyos, ez dokumentálható, hogy majd 3 évet csavargással töltött Európa szerte. És ennek a csavargás hullámnak, amit 30-ban fejezett be, ez megér egy pár szót. Jó részt az előbb emlegetett két önéletrajzi jellegű írás gyűjteményéből lehet tudni, hogy mit csinál. Kérem szépen, volt Svédországban hering halász. Szőke ciklon. Evelyn kiugrott az autóból, és egy kapu alá futott. A sofőr beletaposott a gázpedálba, és tovább siklott. Mindez 2 másodperc alatt történt. A másik kocsi Corn Beef-fel már is bekanyarodott utánuk. A csel sikerült. Az üldöző gyanútlanul figyelte az előtte haladó autót, amelyből az imént ugrott ki Evelyn. És mert az üres taxi sofőrjének úgyis szüksége volt egy olajcsapra, miután sokszor lazult meg a tartályon a sofőr, kikocsikázott, nyomában Corn Beef-fel egy olcsó műhelyhez, a Vincenni kapun túl, kis híján a Perlashez nevű világhírű temetőnél. Corn Beef itt már sejtette, hogy baj van. Kiszállt, visszaküldte a taxiját és a másik kocsihoz sietett. Ez csak ugyan üres volt. Hol a hölgy utasa? Kérdezte a sofőrt. Nincs a kocsiban? Nincs. Nézze meg jobban, talán elbújt az ürés alá. Hallja, maga tréfál velem? Pillanatnyilag még igen, felelte vészjósulóan a sofőr, és úgy emelt fel egy nehéz francia kulcsot, mintha indián csatabár lenne. Corn Beef szeretett verekedni, és jelenleg a jogos önvédelem esetét látta fennforogni, de ilyen módon nem sokat tudna meg az emberétől, tehát jó arcot csinált az ügyhöz. Nézze, barátom, van itt 10 frank. A francia kulcs csendesen lehanyatlott, és részbőrű jellegét ismét elveszítve közhasznúan függött a vezető kezében. Szóval hol szállt le a hölgy? Mikor a partról a Bulmisre kanyarodtunk, lassítottam és kiugrott. Azt mondta ugyanis, hogy ön egy aszfaltbetyár. Én elhittem. És most, miután megismert, most már biztosan tudom. Corn Beef értesült arról, ami fontos volt számára, tehát elhatározta, hogy megveri a sofőrt. Hiába. Jogos önvédelem az jogos önvédelem, akkor is, ha nem sieti az ember. Elvette tehát a sofőrtől a francia kulcsot és félredobta, azután néhány percig ütlegelte, miközben nyakánál fogva nyújtott karral jó falhoz szorította, hogy rikító ruháját kímélje. Mivel így csak egy kézzel verhetett, hogy pótolja valahogy a fogyatékosságot, néha-néha ötletszerűen térden rúgta a taxi vezetőjét. A műhely ősztulajdonosa elhúzta közelükből az olajos kannát és ráült, hogy mint egy páholyból szemléje a tanulságos eseményt. Corn Beef elengedte a vérző sofőrt és 2 ujjával lefriskázott egy kis mészfoltot a kabátjáról. Komolyan úgy véli, hogy aszfaltbetyár vagyok? A sofőr vért cipákolt. Most, hogy jobban megnézem, mintha a háziasabb benyomást tenne az emberre. Helyes, akkor vigyen el a Café Rome-hoz. A következő körülbelül 41 percben
Poszter György előadásának második része hallható. Hogy hol van a foglárnak a szobája, milyen színű a folyosón a festés, meg a munkatermekben hogy vannak elosztva a szerszámok, azonosítják, hogy tényleg ott járt. És ha azonosítják, akkor megbízható fickó, mert tényleg ott ült, ahol mondta. Kérem szépen, a Piszkos Fred a kapitány című remek művében ez visszaköszön. Amikor Fülig Jimmy és a trónörökös szerepet cserélnek, akkor kölcsönösen oktatják egymást a másik szerepére. Ott még a luxus hajó kabinjában. És akkor Fülig Jimmy elmagyarázza a trónörökösnek, hogy Batáviában milyen színű a börtön, meg a folyosó, meg hol van a főfoglárszobája, meg úgy egyáltalán. És amikor a trónörökös belesüllyed ott Szingapúr alvilágába, 10 perc alatt kejtenek egy pasast, aki kikérdezi, és ő tudja a választ, tehát derék fickó, mert tényleg ült Batáviában késelésért. Aki olvasta a Piszkos Fredet, azt talán emlékszik erről a történetre. Utána Hamburg következik, dokmunkás, a kikötő az folyamatos helyszín a rejtő történeteknek, és ott is képtelen körülmények között lakik, na a hamburgi tartózkodásával kapcsolatban írja le ő maga, hogy egy olyan szállodában bérelt egy elképesztően tetves, svábbogaras, koszos kis lukat, ahol aztán mindenféle figurák voltak, és ott tanulta meg, hogy csak nem beavatkozni semmibe. Ha valaki veri az általa menedzselt hölgyet, hogy ilyen finoman fogalmazzak, akkor az ő dolguk. Ha valaki ver egy férfit, vagy hárman vernek egyet, ez az ő dolguk. Tehát amíg őt nem bántják, tele van ilyen bőstanásokkal a rejtő kocsma jelenetek sora, hogy csak akkor szólunk be a dolgba, ha személyedbe érintett vagy téged, egyébként tiszteletre méltó magánügyem, most megfojtja, leszúrja, vagy nem tudom én, kidobja az emeletről, ott megtanulta, mert hogy életveszélyben volt. Itt szeretném elmondani egyébként a 20-as évek rejtőjelenőjéről, 30-as évekre is igaz, hogy ő nagyon lelkes amatőr boxoló volt. Ez majd egyébként vissza fog köszönni a történeteiben. Veres András, aki ebben a háromkötetes a Magyar Irodalom történetében foglalkozik rejtővel, azt mondja, hogy nem egészen bizonyos, de valószínű a következő. A Szőke Ciklon című történetében van egy 193 cm magas, teljesen kopasz, sepphelyes arcú fegyenc, Gordonnak nevezik, aki épp akkor szabadul, amikor utána lehetne indulni a hatalmas vagyont élő gyémántnak, hogy ezt a 193 centis izompacsitát saját magáról mintázta rejtőjeni. Hát ezt így pontosan nem lehet tudni, de az, hogy dokmunkás volt, és az nem vidám szórakozás, az biztos, mindenféle brutális fizikai munkát elvégzett, és még valami, amit viszont nagyon sokan elmondanak, hogy tény, hogy amatőr boxolónak neveztem, mert úgy nézett ki, hogy Pesten több boxklub is működött. Ezt ne úgy tessék elképzelni, hogy versenyzőket tisztettek föl bajnokságokra, már olyan is volt, hanem box edzőterem, ahova amatőrök is bemehettek. És ő több ilyen teremnek is a tagja volt, és úgy, hogy naponta 2-3 ilyen helyet is megállapodott, amíg kettő partnerre vagy partnerre nem akadt, és akkor 1-2 órán keresztül benne a ringben szabályszerű, de nem tétre menő, tehát nem indult bajnokságban, vagy hivatalosan menedzselt versenyekben, boxmeccseket vívott, és azt mondják róla, hogy nagyon kemény, kitartó volt, úgy különösebben nem volt egy zseniális ős tehetség. Tehát olyan extra talentum, tehát nem is lett belőle profi boxoló, de igencsak kemény fickó lehetett. Ennek befelé, amit mondom, Hamburgban megtanult, hogy jobb nem beleszólni semmibe. Onnan Párizs következik. Ott, na most ott azért állunk meg egy pillanatban, mert szerintem Párizsba Ady Endre is elment. Ott Párizsba, aki ott a nyugat korosztályához tartozott, az mindenki valamiért megfordult Párizsba, Európa kulturális fővárosa, ő is. De hát ő mellette nem állt egy Léda, vagy mögötte egy Hatvani Lajos, mint Ady Endre esetében. Ő az abszolút csavargó életforma, Párizs is tele magyar bohémekkel, és a párizsi tartózkodásának egyik emléke vagy élménye, hogy ha figyelték a légiós történeteket, hogy valami Isten háta mögötti laktanyában francia tisztek vagy katonák ott a 60 fokos hőségbe a kilátástalan, unalmas mindennapok közepette, vörösbor vagy pálinka mellett ott
nekibúsulnak, akkor mindenki vissza Párizsba. És érdekes, hogy ő maga is rejtő is Berlinről tisztelettel emlékszik meg, mint érdekes világból, de Párizsról majdnem szerelmes szavakat tud írni, mondjuk ez egy jelképes, és nyilván így ebben a szó szerinti formában túlzás, pedig az abszolút nyomor. Onnan tesz egy furcsa kanyart Svájc felé. Csak azért mondom el, mert ennek is megvan az irodalom történeti, az életművében követhető része. Svájcban házaló, vagy ügynöknek is szokták ezt nevezni, az azt jelenti, hogy van egy kis árukészlete az illetőnek, és bekopog, vagy becsönget lakásokba, és megpróbálja a készletét eladni, és igyekszik a házigazdának lukat beszélni a hasába, és addig nem kirugatni magát, amíg valamit nem vásárolnak. Hát elég nyomorult kenyéred, nem fogják elhinni, de tény, hogy kézimunkákkal, hamisított parfümökkel és édességekkel kereskedik a 193 centi magas rejtőjénő, úgyhogy bizalom gerjesztő lehet, de ott vannak jó napja is. Egy németül jól beszél, mint ahogy előbb mondtam, tehát hogy Svájcban úgy, ahogy elboldogul, azokat a részeket keresi föl, ahol német ajkú a lakosságot, vannak jó napja is. De ahogy leírja, hogy egyik svájci faluból a másikba, hogy amikor éppen nincs pénz, hogyan caplat át ott úttalan, utakon, sárba, képtelen, barátságtalan nyáspolgárok között, az teljes mértékben visszaköszön a szőke ciklonban, amikor Eddie, a történet egyik főhőse, Svájcban keresi a milliós gyémántot tartalmazó buthaszobot, és akkor ott tócsákba lép és tehenek lökik fel, úti élni rejtő számára. Majd tovább települ Marseille-be, megint dokmunkás. A Marseille tartózkodással kapcsolatban nagyon gyakran, nagyon brutális verekedésekről van szó, ezek majd ugye visszaköszönnek a történetébe, és a történetébe, bocsánat, és itt merül fel a kérdés, amire nem volt az irodalom történet még választ, hogy volt-e az idegen régióban ő maga személyesen. Most per pillanat a hivatalos rejtő szakértők azt mondják, hogy nem. Afrikában egész bizonyosan járt, valószínűleg csak néhány hétig, tehát Észak-Afrikába átment, Marseille-ből ez talán nem lett egy túlságosan komplikált dolog, majd visszajött, azt viszont leírja, mármint hogy rejtőről beszélek, hogy ezt nem csak rejtőről, ezt egyébként is lehet tudni, hogy Marseille-ben van a Szent Jánosról elnevezett erőd, ahol a régió európaiból toborozott össze szedett újoncait összegyűjtik, és ott Marseille-ben teszik hajóra, és aztán mennek az afrikai kontinens felé, és rejtő úgy írja le ezt a Szent János erődöt, hogy körülötte egy nagyon szép, ez egy dombó van, egy fellegvár széle, gyönyörű kilátás a tengerre, mellette liget, pad, és ő, akinek se pénze, vagy csak egy-két szál cigarettája, odáig ott nagyon sokat üldögélt ott az erőd melletti parkba, cigarettot nézte a tengert, meg nézte ott az erődbe beszédelgő, vagy onnan kihajtott még civil ruhás újoncokat, és hogy bizony megfordult a fejébe, hogy belép. De arról nem érez szót se, hogy igen vagy nem. És itt maradjunk annyiban, hogy bizonyítottan nem. Haza Budapestre, és onnantól kezdve, majd sajnos nagyon szomorú apropóból fog tartósan kimozdulni, mondanám, hogy 38-ig, már 37-től ír regényeket, de 38-ig ezekből a kabarétréfákból, bohózatokból, operett librettókból, operett szövegkönyveket fordít, meg javítgat, éldegél. Valamelyes neve és ismertsége lehetett már az irodalmár és úgy tetszik humorista berkekben, mert például, amikor egy darabig nem rendelkezik a japán kávéházban, akkor Karinti Frigyes fel egy apró hirdetést, és a következő tartalmazni az lényegében, hogyha nem igaz, hogy rejtőjen öngyilkos lett, akkor szóljon már neki valaki, hogy azonban jelenjen meg a japán kávéházba, mert szétoljuk a fenekét. Körülbelül ez a hirdetésnek a tartalma. Ez 38 előtt kellett, hogy legyen, mert Karinti 38-ban meghalt. Tehát ott volt a haveri körben, a társaságban. Rengetegen elmondják róla, hogy úgy nézett ki, amikor komolyabb honoráriumokat kapott át, jól keresett is, mint valamelyik saját regényhőse, két különböző cipő, szakadt póló, fölötte kemény kalap a fején, aminek nem volt pereme, karimája, szóval ez abszolút csavargó. Ként nézett ki, 38-tól is
erre vigyázott, pedig 38-tól 42-ig mindössze 4 éven keresztül tart a sikerkorszaka. 38-ban jelenik meg, nem az első regénye ez, de 38-ban jelenik meg a Fehér Folt című története. És ez hozza meg azt, ami miatt most én azzal kezdtem, bár nem én fogalmaztam így, hogy a ponyva királya. A Fehér Foltban ugyanis van egy nagyon klasszikus, vezetett gyarmati kaland történet. Egy nagyon kemény fickó keresi a testvérét, szerelembe keveredik ott egy hölgyel, aminek a vége persze happy end lesz nyilvánvalóan. Ez semmivel sem több, csak precízebben szerkesztett, mint egy átlagponyva. De van benne egy betétrész, egy magánnyomozóról, bizonyos Samuel Bronsonról, aki hamis nyomon követ egy hölgyet, a hölgy apjának azzal a parancsával, hogy mindenáron meg kell akadályozni, hogy a lánya férhez menjen. Csak éppen a zseniális, önmagát zseniálisnak tartó Bronson nem a valódi hölgyet követi, hanem annak a barátnőjét, és azt akadályozza meg mindenféle házasságkötési próbálkozásokban, pedig annak férhez kéne menni 3 napon belül, mert ha nem megy férhez, nem tudom milyen napon, akkor hatalmas nagy örökségtől esik el. És ez a Bronson nevű magánetektív, a megbízójának, aki egy sokszoros milliómos, levelekben számol be arról, hogy hogyan akadályozta meg éppen mostan a lányának a flörtjeit, és ez hozza meg a sikert, hogy tör a nevetéstől mindenki, pedig a kiadó nagyon húzza a száját, állítólag még bele is húz ezekbe a részekbe, de ez hozza meg a sikert, amikor a klasszikusan vezetett ponyvahistória és a ma már klasszikusnak emlegetett humor találkozik együtt. 38 és 42 között jönnek aztán a piszkos Fred, az elveszett cirkáló. Maradjunk olyanban, hogy nem sorolom föl az összes rejtőt, egyrészt valószínűleg úgyis kihagyjuk belőle valamit, másrészt pedig úgyis majdnem mindenki ismeri. 3 van, amit kiemelkedőnek szoktak tekinteni a rejtő életműből. A piszkos Fred, a kapitány, az már emlegetett Szőke Ciklon és a Vesztegzára Grand Hotelben. Ezt a 3-at tekintik az életmű csúcsának, de emellett még nagyon sok jó dolog is van. Hozzá kell tenni, hogy az olvasó milyen érdekesen ragaszkodik valakihez, akit szeret. Ez a saját teóriám, most el fogom mondani, úgyhogy legfeljebb majd unni fogják. Amikor a 60-as években a ma már legendás Albatrosz könyvek között elkezdték kialudogatni rejtőjenő műveit, idősebbek emlékeznek az Albatroszra, hogy puha műzött kis könyvecskék voltak, színes fedőlappal, sárga volt a hátlap, ott Agatha Christie-től kezdve Chandler-ön át krimik szórakoztató irodalom volt, és volt egy kis Albatrosz embléma a címlapon az Albatrosz könyvekben. Jöttek szériában rejtő művei, akkor már, és a kiadó úgy van praktikusan gondolkodó, hogy először kiadta a nagyon jó, nagyon menő, nagyon sikeres rejtőműveket, például ezt a 3-at, aztán még a jobbakat, és aztán végén kiadta a kevésbé sikerülteket is. És akkor a felnőttek között elterjedt egy legenda, ezt én több embertől hallottam, és nem is olyanoktól, akik nem értenek az irodalomhoz, hogy ezeket már nem is ő írta, csak volt valami vázlata, és valaki más írta meg, egyszerűen nem hitték el rejtőjől, hogy amit ír, az nem tökéletesen ül, és nem hibátlan a maga kategóriáján belül. Pedig alig, ha nem ez így van, hogy ő is hiba százalékkal dolgozik, mint minden klasszikus. 42-nél egyébként a történetnek viszonylag gyorsan vége van. 42-ben munkaszolgálatra hívják be, állítólag irigyei, akik őt nem szeretik, provokálják ezügyben a hatóságot, már úgy értem, hogy froszlizzák, hogy most akkor mi van itt tulajdonképpen, hogyha ez a nagypofájú zsidó mászkál a belvárosba és kávéházakba jár, így volt, nem így volt, ezt nem tudnám megmondani, de az biztos, hogy 42-ben beviszik, és 43-ban hal meg Jevdokovo, akkor Szovjetunió területén levő községben, alig, hanem ez a mai Ukrajna területén található. Akkor készültem erre a mai estére, a világatlaszokban nézegettem, nincs a térképen szó szerint, ez van nagyon kicsi kis település. Lehetett egy legyengült ember tifuszt kap, és ott hal meg 43-ban. Na most, a későbbi sorsáról, mert a rejtő műveinek a következőt szeretném elmondani.
mielőtt egy kis műelemzés félét próbálnék itt, na nem is ráerőltetni, de megpróbálni önökkel. Tehát, ugye 45-ig nyilván lehetőről szó se lehetett, zajlik a háború, meg éppen kiirtották szerencsétlenek a szó fizikai értelmében. 56-ig Rákosiét nem adják ki, a Rákosi korszak, hát nyilván nem feltétlenül személyesen dönt minden disznóságban Rákosi, hanem az a korszak, a hivatalos indoklás az, hogy ízlésromboló hatású. Hát most kérem szépen, én ehhez azt szeretném hozzátenni, tehát ízléseken és pofonokon, mint tudjuk, nem lehet vitatkozni, bár pofonokon rejtővel kapcsolatban igencsak lehetne, hogy ha van egy ízléstelen korszak a magyar történelemnek, akkor a Rákosi korszak, hát hogy jön nekünk ahhoz, hogy bármit ízléstelennek nevezzenek, de én esetleg 56-ig nem adják ki, és 56 után elkezdődik, rendkívül raffináltan csinálják. A magvető bír a rejtőkönyvek jogaival. Idősebbeknek csak nem kell elmondani, csak fölelevenítem, hogy ez a 3T-nek a korszaka, van a tiltjuk, amikor a szóba se jöhet. Most nem mondom el, hogy mit tartoznak oda. Most nem érdekes, a tűrjük, ez lesz rejtőjelő, hogy jó, hát átmegy, külsebben nem át, és a támogatjuk. A támogatjuk között is vannak nagyon jó dolgok, klasszikusok, Csehoktól kezdve Jókain át Ady Endréig, és van hát a hivatalos rendszernek, a hivatalos írói is. Kérem szépen, ez időtájt rejtőnek egy-egy könyve 120 ezer példányban jelenik meg. Ma, csak úgy mondom, hogy az arányokat sejtsék, ma az egyik legnépszerűbb és igényes és nem rejtővel egy kalap alá vendő szerzője a korunknak, Eszterházy Péter, 30 ezer körül. De ő magasan vezet. Rejtő 120 ezer példányban jelenik meg, és néhány hét, egy-két hónap múlva 80 ezer példányban a utánnyomás is, tehát kb. 200 ezer példányban kell el akkor a 60-as éve, amikor én kiskölyök voltam, egy rejtőt. Az akkori, hangsúlyozom, az akkori könyvárakhoz képest nem is volt olcsó, a kivitelt is tekintve. Ha vékonyabb volt, akkor 20, ha vastagabb egy kicsit, akkor 31, nehány, ez akkor ár volt a könyvekben. Ezt mi fel öregebbek már, bocsánatot kérek, mi tudjuk. Viszont ami pénz ebből bejött, ebből is a kiadónak haszna volt, ebből finanszírozták a támogatjuk kategóriát, amit tényleg nevetséges árakon dobtak a diákkönyvtárat piacra, például a Jókai regényekkel. Tehát elég raffináltan bántak vele, de hát ez volt akkor a praktikum. A következő szegmens, mert itt rögtön fölmerül a kérdés, hogy a cenzúra az akkor hogyan működött. Tehát ugye a Rákosinál egyetemű szó se lehet róla, mert ízlésromboló. Most ugrunk egy kicsit vissza, hogy amikor rejtő élt, akkor mi a fenét csináltak az ő mindenivel, a magánkiadó korában? Kérem szépen, hogy húzogattak-e rajta, vagy beleszerkeztetek-e, azt pontosan nem tudom, egyetlen egy könyve van, amiről ő maga, hát amíg Pesten megnyilatkozott, számtalanszor elmondta, és elég vaskos, mondjuk úgy a dokumunkások szótárába illő kifejezésekkel, hogy a Szőke Ciklon című történetének a végét a szerkesztője egy kicsit átfogalmazta, és ezzel teljesen el lett a dolog szúrva. De ma se tudjuk, hogy az pontosan hogyan nézett ki eredetiben. Rögtön mondom kell, hogy azzal kezdtem, talán nem volt fölösleges, hogy most kezdik úgy hivatalosan is ünnepelgetni rejtőt, tehát hogy szövegkritikai kiadás rejtőből lesz-e valaha, én nem tartom valószínűnek. Úgyhogy valamit ott variáltak a Szőke Ciklon végén, ami rejtőnek nagyon nem tetszett, és már csak akkor láttam, amikor kijött a nyomdából. Én nem tudom, én a Szőke Ciklont szeretem így is, nem tudom, többiek hogy vannak vele. A másik, ezen én kaptam a 60-as évek kultúrpolitikáját tetten, az a következő. Az elveszett cirkáló, az egy nagyon jó történet, hogy Piszkos Freddel, Rozsdással, meg a többiekkel. Amikor a 60-as években megjelent, akkor ez nekünk otthon megvolt, nagyapám megvette, és a következő helyszíneken zajlott. Volt egy folyó, az Iravádi, volt egy Mendelé nevű város, különösebben nem kerestem én azt a térképeket. Itt most a költárban valamik nap találkoztam egy ilyen kis vékony, sárga, fedeles rejtő kiadással, mert most már több variáció is van, a magvető adta ezt, mondtam, 90 tájékán, az van a fülszövegre vagy a hátára írva, hogy ez a 39-es eredeti kiadásnak a szövege. Elolvastam, hogy ugyan mi lehet a különbség.
A következő a különbség. Az eredeti, a 30-as évek végén fogalmazott szövegben a Mekongról van szó, Szajgonról, meg Kambodzsáról. Na most a 60-as években, mikor éppen a magyar politika Vietnám mellett állt, ez nem nagyon működött, hogy ott a vad indokínai dzsungelben angolok, franciák és néhány nemzetközi csavargó piszkos reddel az élén azt csinál rendet, ez nem működött, ezért kicserélték a folyóknak a nevét. Továbbá kihagytak az eredeti szövegből egy poént, ami úgy hangzik, nem tudom, emlékeznek a történetre, hogy ezek a derék fiúk piszkos vezetésével szabályszerűen ellopnak angol cirkálót. És a végén, mikor minden jóra fordul, ahogy egy ponyva történetben ez illendő, az angolok, hogy mentsék a mundiért becsületet, hogy belőlük mégse lehet hülyét csinálni, hát a cirkálót hivatalosan leselejtezik és átadják ennek a csibér társaságnak. Na, ez a történet. Most az eredetiben, a 60-as években ez így, az eredetiben is szóró-szóra így zajlik, csak ott benne van piszkos Fednek egy megjegyzése, hogy azért nem akármilyen ez az angol flotta, hogy ezt a remekfelőt le tudják selejtezni. A 60-as években ez kimaradt, mert az angol flottáról egy jó mondatot nem fért bele az imperialista Angliáról alkotott képünkbe. Szóval cenzúrázgatták, de hát minek, nem tudom. És nézzük meg úgy nagyon átlagosában néhány művével kapcsolatban, hogy mit érdemes, ha valakinek, ha személyesen már nem is te gyermeke vagy rokona esetleg érettségén feltűnőjelővel bíbelődik. Ugye tudjuk, hogy P. Howard és Gibson Leverett néve, tehát álnéveken jelent meg eredetileg a története, és nem rejtőjelenő néven. Ennek a magyarázata a lehető legegyszerűbb, de azért mégiscsak szóba hozom. Ez a fajta irodalom, amit ő művelt légiósokról, cowboyokról, detektívekről, ez valahogy olyan angol száz eredetűnek tűnt a magyar olvasóközönség számára. Következésképpen a szerző a becsületes neve helyett, most nem az eredeti rejtőről beszélek, hanem a fölvett polgári neve a rejtő helyett, angol álnevet választott, nem ő egyedül, ponyvaírók tucatjai. Ha azt mondjuk, hogy idétlen divat, akkor azt mondom, hogy idétlen divat, mert hogyha jól akarok szórakozni, hát miért ne lehetne nekem az író rejtő, és miért kell nekem P. Havard, de hát olyan mindegy a végeredményét tekintve. Mondok egy két példát fogok mondani. Emlékeznek még a 60-as évek, amikor Magyarországon is megjelent a rock és a beat zene, hogy gyakorlatilag 10 magyar amatőr rockzenekarból 9-nek angol neve volt, pedig Kis Miska, meg Szabó Jóska, Szentesi srácok csinálták, de angol név nélkül ezek a zenekarok önálló szám nélkül és angol név nélkül nem tudtak volna boldogulni. Van persze egy elegánsabb párhuzam is, és nem akarom véletlenül se rejtőt mondjuk Janus Pannoniushoz mérni. A reneszánszban is egy latinos hangzású humanista nevet vettek fel az alkotók, akárhogy is hívták őket valójában. Hát van ilyen divat, ennek rejtő és áldozatává vált. Az életmódra tettem már utalást, amikor itthon van Pesten, és amikor külföldön is egy pici kis valamicske csörög a zsebében, kávéház, bohém tanya, szerkesztőség, mint hogyha csavargónak született volna. Mintha ez az életforma, ez nem kényszer lett volna számára, hanem nem tudom, isteni elrendetetés, hogy ő neki nincs nyugta egy helyben sokáig, ha csak nincs nagyon hideg kint, -20 fok, és egy kávé mellett, akkor esetleg reggel 8-tól este 10-ig is el tud üldögélni egy kávéházba, feltéve, hogyha a főpincér nem rúgja ki. Tehát úgy egyébként ez a mehetnék, ez az egész életformáját jellemzi, csak most megállunk egy pillanatra, mert a rejtő, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy praktikus megállni, a rejtő történetek főszereplői, én nem azt mondom, hogy kivétel nélkül, de jelentékeny hányadban csavargók. Visszatérő motívum, hogy Pireusz kikötőjében, vagy Porcaidban, vagy itt, ahol éppen kezdődik a történet, ott összejön néhány gyanús külsejű és nyilvánvalóan törvénnyel hadilábon álló fickó, akinek papírja nincs, vagy ha van, hát akkor az maximál optimális esetben is hamis papír, akik behajózták már a podgyászok között, potyautasként, vagy
gyanús külsejű csempészhajókon az egész világot, és ismernek minden fegyházakat, kikötőket, orgazdákat, mindent ismernek, és mennek, és itt a jobb történetekben, látsz, Piszkos Fred a kapitány, az előbb már emlegetett, elveszett cirkáló, és még sok másban végül is a maguk módján igazságot tesznek. Csavargó történetek a főszereplők egy szempontjából, nagyon klasszikus ám ez, tehát ez nem csak ponyva. Van egy ilyen irodalmi műfaj, úgy hívják regényen belül, bocsánat, tehát a regényen, mint műnemen belül egy műfaj, a pikareszk, csavargó regény. Az 1600-as évektől divat, gyakorlatilag a Don Quixote az első példánya ennek, aztán a nagy világsiker Fieldingnek a Tom Jones-a, és még Thomas Mann is írt csavargó regényt az egycélhámos vallomásaiba, tehát igazán elegáns műfaj ez, de a lényeg a következő. Van a csavargó, akinek nincs nyugta. Ha van, és családja legfeljebb ilyen emlékekben élt, hogy Márta lapon nem lopok, mert az anyámat Mártának hívták, mondja a Fülig Jimmy például, ugye? Szóval, nem, most hát az csülök, elnézést, hogy keverem a klasszikusokat. Tehát család nincs, az apja búcsúba halt meg, heveny lövöldözésben például. Tehát család nincs, állandó lakás nincs, becsületes polgári foglalkozás nincs, vagányság van, kalandvágy van, és akkor találnak valami kis feladatot, és akkor mennek mindenen keresztül lopott cirkálóval, luxushajón, pincérként úgy, hogy éjszaka fűtő, nappal pincér, Piszkos Fred a kapitányban Fülig Jimmy, tehát mennek, és a végén rengeteg pofon után, közben, mellett igazságot osztanak, csavargó történet. A csavargó történetnek az egyik jellemzője, nem csak az, hogy a főhős vagy főhősök csavargók, hanem állandóan változnak, vagy gyakran változnak a helyszínek. Ugyanazok a főhősök, csak most éppen Pireuszba verekszenek, jövő következő felé már Oránba fogják ugyanezt tenni, aztán nem tudom én, Port Saidba adnak el hamis papírokat, tehát a helyszín mindig változik, a főhősök azok maradnak. Egyébként, ha már helyszínekre kerül sor, a regényeiről beszélek, ha jól tudom, és azt mondom, hogy jól tudom, a Boszorkánymester című regényét leszámítva egyetlen egy sem játszódik Magyarországon. Nyugat-Európa a helyszín, vagy általában Európa, és nagyon-nagyon szívesen exotikus tájak. Afrika, légiós történet, ugye Európában nem is nagyon hivatalosan a légió nem is tehetné a lábát Európába, bár első-második világban mégiscsak megtörténik. Tehát Afrika, távol-keleti dzsungelek, Borneo, elképesztő helyszínek, jön a kérdés, hogy miért? Hát mert ül az olvasó, aki fillérekért megvette a legújabb P. Howard füzetet, otthon a fotelben a palack sör meg cigaretta mellett, vagy éppen a kávéházban, vagy a végtelen úton, amikor Budapestről Szegedre megy le az anyósághoz, és unja magát, és olvas, és úgy érzi, hogy belecsöppent a kalandba. Kérem, ma, most nagyon közöknek mondom, ma 6 tucat TV csatornán keresztül fantasztikus filmeket látunk a világ minden zugáról, pontjáról, modern városokat, ókori városokat, dzsungeleket, minden, akkor ez nem így működött, egy-két részről fekete-fehér fotó talán, és akkor az olvasónak beindult a fantáziája. Nehogy azt higgyük, hogy ez egy primitív vagy ócska fogás. Kérem szépen, jókai tudomásunk szerint, ha Bécsbe esetleg meg is fordult, de a monarchiát nem hagyta el, és jókai hősei is mindenütt megfordulnak. A kiváló, nagyon szeretett Verne legnagyobb úti kísérlete az volt, amikor elszökött otthonról 14 évesen, és fel akart lopózkodni egy Indiába tartó hajóra, tehát valaki ismerős mögláta a kikötőbe, és hazavitte az apját, az apja iszületosan fölpofozta a kőköt, onnantól kezdve csak az íróasztalnál utazott, de hát Verne is beutazta tenger alatt cirkuszkocsival az egész világot, tudjuk, olvastuk gyermekkorunkban. Látjuk, Rejtő azért maga is megmozdult, és nem sokár milyen körülmények között, de az olvasó, ez ekkor még fontos volt, hogy megyünk extra helyszínekre. Itt jön a következő véleményem szerint érdekes jellemző a dolgnak. Előbb egy kicsit boncolgattam Rejtőnek a műveltségét, hogy igen, és ő biztosan látszik az írásaiból, főleg nem nyilvánosságnak szánt ezekből a visszaemlékezéseiből,
hogy nagyon is tájékozott ember volt, de hát ez hogy jön a írásaihoz, a Ponyva regényhez. Kérem szépen, a Ponyva regény írót ne úgy képzeljük el, hogy abóvó, tehát nyitásból tök hülyének tartja az olvasót. Bár ez is benne van a történetben, nem kétséges. Hanem pontosan tudja azt, hogy az olvasóban van, meg ne sértődjön senki, magamra is vonatkozik, egy adag, egy iciri-piciri sznobizmus a kíváncsiság mellett. Tehát, hogyha a regénybe becsempészünk műveltségi paneleket, akkor az olvasó megnyugszik, mert azt mondja, hogy na hát én most én is sejtem, vagy tudom, de most aztán be vagyok avatva a rejtelmekbe. Tehát amikor Szingapúrban valakit úgy akarnak kivégezni, hogy egy helységbe ledobják egy ilyen verembe, és ott majd este 8-kor jön föl a dagály, ami éjfélre elleti a vermet, és bele fog fulladni, akkor azt rejtőjék megnézték valami lexikonban, és pontosan tudják, hogy Szingapúrban a dagály este 8-kor fog fölgyönni, és éjfélkor tetőzik. Nehogy már véletlenül egy földartalár olvas, és azt mondja, hogy marhaság, mert hajnal 2-kor jön a dagály. Tehát bizonyos információ mennyiségnek meg kell felelni. Vagy a Vesztegzára Grand Hotelban című történetben Félix, amikor főhősünk a menekül, és meghúzza magát egy asztal alatt, és arra jött, hogy a feje fölött boncolnak egy holttestet. És az orvos diktálja a boncolási jegyzőkönyvet a májáról, mert nem tudom milyen belső szervekről, orvosi szakképzeléseken, azt úgy kell megírni, nem az, hogy engem becsapjon, mert én ezeket az orvosi szakképzéseket nem ismerem. De egy egészségügyben jelentős is azt mondja, hogy igen, ez szakszerű. Úgy kell az idegen légió fegyelmezési vagy egyéb rendszabályairól írni, hogyha nem is egészen precízek, ennek ellenére az hihető legyen, mondjuk hadviselt, katonaviselt ember, és azt mondják, hogy ez teljesen logikus. Mint ezt tovább folytatnám ezt a sort, elmondanám, azért a vadul nem vették ezt komolyan. Rejtőjében a detektív a Kávé és a Légiós című történetben leírja, hogy ebben a kávéházban két Ponyva regény szerző vitatkozik, azon, hogy a szahariánok, ez egy könnyű, fegyverzetű, sivatagi alakulat, ami ott a légióknak időnként besegít, a szahariánok fegyverei között mi az a ponyár? Az egyik azt mondja, hogy a ponyár az egy görbe, ilyen arab eredetű gyilkos kés. A másik azt mondja, hogy a ponyár egy szokatlanul rövidcsövű karabé, tehát kisebb, mint a Winchester, de nagyobb, mint egy Colt, és nagyszemű göbecsel van töltve. Isten bizony, utána néztem itt minap, se ponyár, a karabét azt tudjuk, hogy mit jelent a göbecs, azt megtaláltam, de azt tudtam, hogy az nagyszemű sörétet jelent, a ponyár semmiféle katonai lexikonban nincsen benne. Tehát nem tudom már sem, hogy kés, vagy ilyen rövidcsövű puska, viszont azt tudom, hogy rejtőre menni vagy meghalni van egy kis epizódban szahariánokat szerepeltet, azoknak hatlövetű koltjuk van. Az egész biztos. Tehát nem ragaszkodik teljesen, de a szakszerűség láthatához igenis. Ez fontos az olvasóknak, a művelteknek is, meg a félműveteknek is. Kérem szépen, ha azt hiszik, hogy ez ma már kiment a divatból, vagy teljes idétlenségnek tűnik, nem. Az utóbbi 10 év legnagyobb könyv világsikere volt Brannak a Da Vinci Code című műve. Vették, mint a cukrot New York-tól Tokióig Magyarországon is. Én elolvastam, nem tudom, hogy kiolvasta el, senkit nem akarok a ízlésében megváltani, egy nagyon komplikált, végkifejletét tekintve teljesen értelmetlen krimi. Annyi középkori meg egyéb műveltségi panelt használ föl, hogy a jóisten se fog úgy olvasni egy krimit a könyvkiadó kedvéért, hogy minden második oldalnál lexikon böngészen az ember, különben is egy részéről kiderülne, hogy az nem úgy van. Viszont Brand iszonyatosan levette a lábáról a világ olvasóit. Még egyszer mondom, tudják, hogy melyik könyvből beszélek le, és a cím szerint a legjobb könyvsiker volt, mert több ilyen emberrel beszéltem, mióta ez megjelent, valamikor 4-5 vagy 6 évvel ezelőtt, nem tudom pontosan, hogy megvan róla a győződve, hogy most már minden, hogy Da Vinciről is, és a keresztes lovagokról, bocsánat, a templomos lovagokról, hogy az úgy van. Hát nem, persze, hogy nem úgy van. Ez egy ősi ponyvaírói trükk,
a legkiválóbb paródiát ezügyben Cervantal írta a Pendragon legendában, amit persze nem kell komolyan venni, és mégis krimi és paródia. Egyébként Rejtővel kapcsolatban még, hogy végül is a légiós történetei is, meg a Western történetei is, például a Tigrisvér is, tulajdonképpen a központban mindig van egy bűncselekmény. Hogy ennek a helyszíne a vadnyugat, vagy egy idegen légiós kaszárnya, vagy menetoszlop, az teljesen mindegy. Ott van általában egy bűncselekmény, amit a történet végére meg kell oldani, és meg is oldják, meg is oldódik. Kérem szépen, azt szokták ezzel kapcsolatban mondani, hogy Rejtő Jenőnél azt mindig lehet tudni, hogy mi lesz a történet vége. De hogy a mondat vége mi lesz, azt sose lehet tudni. Tehát ott az elején megjelenik egy jóképű, hányatott sorsú, esetleg nagy verekedős, de szívében sejmes férfiú, és megjelenik egy védelemre szoruló, rendkívül csinos, szegény körülmények között élő lány, az tuti, hogy ezek a végén összeházasodnak. Az egészen bizonyos, ez a ponyva regényeknek egy alapvető követelménye. Maga Rejtő írja le valamelyik írásában, azt mondja ebben a detektív, a légiós és a cowboyban, hogy az olvasó nem szereti a reformokat. Ott happy end kell, ott a szerelmesek azok házasodjanak össze. A végén igen operetszerű jelenetek is vannak, amikor Piszkos Fred meg a Holdvilágcsáli meg a társai felsorakoznak az Almira szigeti trónteremben, és ott Fredben hófehér egyenruha van, a többiek is kiöltözött, egy operetnek a finálé olyan, csak éppen nem muzsikálnak, az olvasónak jár, ami jár, meg lehet lepni beszédfordulatokkal, meg is teszi lépten nyomon, na de ott heti ennek kell lenni, az nem kétséges. Szóval az másképpen nem működik. Aztán nézzük ezt az erőt, már utaltam rá, hogy Rejtő személyesen is boxolt, és ezekben a csavargással eltöltött években, vagy ezek alatt néhányszor maga is nyilván kap is, meg ad is pofonokat. Egy pillanatra megállok, hogy egyik, azt hiszem, valami testvérnek hazaírt levelében leír egy verekedést, aminek ő volt a főszereplő, egy párizsi kávéház a helyszín. Úgy írja le Rejtő a dolgot, hogy 600, egy haverjával ketten 600 frankat tettek szert. És úgy mondták, hogy ezt befektetik valamilyen áruba, mondtam, hogy házalással is foglalkoztak, és akkor abból majd élnek. És két nap, ha nem látta a havert, míg nem egy kávéházban tetten érte a fiszkó, ő, mármint hogy Rejtő írja a nevét a férfinek, én elfelejtettem, de nem is lényeges. A férfi tök részeg, egy hasonló állapotban levő hölgyet szórakoztat, ezt nem hölgynek, őt nem hölgynek nevezi Rejtő, hanem egy olyan sokkal közkeletű kifejezést. A hölgy szintén tök részeg, és kiderül, hogy a 600 frankból már csak 150 van, tehát az alaptőke az gyakorlatilag elúszott. Lásd még Piszkos Fred, amikor elhulletteti a pénzt, amiből hajót kéne bérelni, és kinyugba helyette cirkálót lopnak az elveszett cirkálóban. Tehát Rejtő iszonyatosan ideges lesz, és hogy ezt levezesse, ezt önmaga írja le két ordálani nagy pofont lekevel az ipsének. Erre a nő visítani kezd, hiszen a nő is kap két pofont. Szóval a valóságos Rejtő Jenői megélt verekedések azok nem annyira lovagiasak, mint úgy egyébként. Mondanám, hogy mert ugye verekedés nélkül egy jobb Rejtő történet az elképzelhetetlen. És hogy leginkább az embernek képileg a 60-as években emlékeznek még talán rá, a Fülesben nagyszerű képregények voltak, sok Rejtő Jenő történetet is képregény, kocsmáros gyula, ezek rajzolgatták. Ott képileg nagyon jól kifejezték azokat a bunyókat, amik teljesen irreálisak úgy egyébként. És tele vannak a szövegben humorral is. De leginkább mostanában már a fiatalok számára ez a Bud Spencer filmekhez kötődik, amikor ott Terence Hill-el hol a hadnyugaton, hol itt, hol amott osztják, vagy illetve majd pofonokat, de ha a Howard könyveket, vagy rejtőkönyveket nézzük, ott bizony az a verekedés, ahogy leírja, úgy humoros. De Bud Spencer-rel ellentétben következő. A Spencer filmekben ott vér nem folyik, ott legfeljebb ilyen szemetes kocsira dobálják őket, és arrébb húzzák, de ott nem hal meg senki. A Rejtő verekedés, uraim, ott benne van az erőszak, ott
törik a kéz, szem folyik ki, beleszúrnak emberbe, ott benne van a brutalitás. Még akkor is, hogy a humorral van átszázva, mert az egyik klasszikus regényfölütés, uram, a késemnél jöttem, hol hagyta valami matrózban, ismerőse. Itt is egy pillanatra megint megállunk, csak azért, hogy az erő vonalon tovább mehessek majd egy picit, még most már sokáig nem fogok beszélni, hogy Rejtő bizonyos poénjait szállóigeként idézik. De úgy, hogy olyanok is idézik, akik nem is olvasták talán a Rejtő könyvet, vagy olyanok, mint mondjuk például én, aki olvastam, de néha egy-egy poént nem tudok ám helyre tenni, és azt mondom, hogy ebben a művében van, és kiderül, hogy nem egy másikba, de egyébként szó szerint idézem, vagy tartom el nagyon pontosan. Ez bizonyos fokú jele annak, hogy valami klasszikussá válik. A másik, amit még szeretnék elmondani, hogy ezek a rejtőjelű fickók, ha éppen nem verekedésről van szó, a főhősökről beszélek, hatalmas erőpróbák előtt állnak. Sivatagokon gyalogolnak át, mint légiós, meg dzsungeleken vágják át magukat bozott kőssel. Detektív Cowboy Légió. Nagyon egyszerű. Az egész bizonyos, hogy van a légióban egy mellékvonalon szereplő fiú, akinek nem tudják a nevét, nem tudják milyen nemzetiségű, hol született és minek. Szomorú és senkivel sem bizalmas. Véletlenül van ilyen. Ez kész szerencse. Maga épp a harcnál tart. Tehát a harcban megsebesül és meggyónja egy barátjának a halálos pillanat közelettével, hogy mi a neve, a nemzetisége, hol született és minek. Aztán visszahanyatlik, és meghal. Meggyógyul. Őrült. Attól még meggyógyulhat. Maga őrült. Mi értelme van? Nem esélyen, szólt rá fölényesen is rágyújtott BD Igalis cigarettájára. Ez pont két ívet ad, és feszültség is van benne. Képzelje el, meggyógyul a haldokló, ott menetel a Szahara poklában és a sietve futkározó porfájtlak alatt, és valaki tudja a titkát. Érti? Amit azért mondott el, mert azt hitte meghal. Most a legnagyobb gondban fő a feje, mert életben maradt, és nem vitte a sírba, hogy elárulja a titkát. Mr. Hogger már régen tudta, hogy van valami a lényében. Ezt a mondatot ugyan a jókedvű vörös fiatalember sohasem fejezte el, de annyiszor ismételgette, hogy Hoggernek hinnie kellett az állítást. Csak ugyan lehetett valami az ő lényében. Egyszer el is határozta, hogy gorombán és kereken az elé, az alternatíva elé állítja, hogy vagy megmondja, mi van az ő lényében, vagy kidobja. De valahogy félt nyilatkozatot provokálni erre vonatkozóan. Különösen mióta az helyiség irodalmi vendégei még régebben kézről kézre adtak egy papírlapot, melyen körkérdés volt, és mindenkinek felelni kellett ráírásban. Csak hetek múlva tudta meg a tulajdonos, hogy H.G. Shakespeare, a gránátalma színű regények írója, a következő kérdést cirkuláltatta kollégái között. Írja fel ide, hogy ön szerint mi lehet Mr. Hogger lényében. Illő jutalmul egy megfejtőt sorsolunk ki. A válaszokat Mr. Hogger sohasem tudta meg. Mélységes emberismerete megóvta attól, hogy túlságos eréllyel igyekezzen még tájékozódni a beérkező felet. Univerzális zsaroló levél. Nincs kegyelem! Embereim figyelik, hogy értesíti-e a rendőrséget. Ha e sorok átadójával 30 ezer dollárt küld, úgy megmentheti hozzátartozóit. Ellen esetben tisztelt családtagjaitól már is eltekinthet. Bandám nem ismert irgalmat. Ha bármit megkísérel, úgy feltétlenül jaj lesz önöknek. Maradunk vérfogyasztó tisztelettel, a halálfejesek. Az előadó a lemaradt befejezésben kifejtette, hogy a mai ifjúság valószínűleg, ez szubjektív személyes véleménye volt, azért nem olvassa Rejtőt, mert ez a világ már nagyon más. Rejtő műveiben még a gazemberek is lovagiasak. Ez idegenné vált. Az utolsó szójogán kifejtette,
kifejezte reményét, hogy Rejtő nem lesz kötelező irodalom, mert akkor aztán még kevesebben fogják olvasni. Tisztelt hallgatóink! Ez volt a Lidércvény Rádió 0. adása. Felmerülhet a kérdés, hogy miért 0. Azért, mert ez egy kísérleti műsor, és a továbbiakban folytatása várható, bár azok már többségében nem konkrét előadásokra épülnek. Azt tervezzük, hogy bizonyos időközönként nakiveselkedünk egy-egy témának, és 4-5-en egy kötetlen beszélgetés formájában kivesézzük. Persze ez így önmagában száraz lenne, ezért mindig kiválasztunk a Lidércvény online kulturális magazin anyagából néhány a témához illeszkedő verset és prózát, illetve zenei betétekkel dobjuk fel a műsorokat. Reméljük, olyan lelkes hallgatóságra talál majd, mint amilyen lelkesen mi készítjük az egyes adásokat. Az egyes műsorok a Creative Commons licensz alapján szabadon másolhatóak és terjeszthetőek. A licenszről a http://creativecommons.org oldalon lehet bővebb információkat találni, magyar nyelven is. Most búcsúzunk, a mi hamarabb viszont hallásra. A műsort vezette és szerkesztette Bognár Zsolt. Közreműködött Túri András. A műsorban Poszlár György Rejtő Jenőről szóló előadása hallható. Részletek hangzottak el Túri András és Bognár Zsolt előadásában Rejtő Jenő Előre tolt helyőrség, Szőkeciklon és a Detektív Cowboy Légió című regényeiből. Köszönjük a figyelmet!